A pápateszéri téglát a cégünk az építkezéseinkhez régebben nem nagyon használta, mert nem voltak korszerűek. Most már az új tulajdonos, amikor megvásárolta és elkezdte fejleszteni, és ő felismerte, hogy milyen irányba kell fejlődnie a téglagyárnak, és nagyon jó minőségű korszerű téglákat gyártanak. Azóta, mivel hogy itt van közel és praktikus is, rendszeres vásárlói vagyunk, sőt, nagyon jó baráti kapcsolatot ápolunk a tulajdonossal is. És ezért kérem Önöket, hogy most tekintsenek be egy kicsit a gyár működésébe is, hogy az a tégla, amivel ez a ház épül, lássák, hogy hogyan készül. Téglagyár múltja nagy vonalakban az ott kezdődik, hogy az 1800-as évek végén már vannak katonai térképek, amikor a pápateszér település határában ZH jelöléssel, cigelhütte jelöléssel már megjelenik a téglaégető kemence, de még itt írásos dokumentumok nincsenek. Aztán a Nágli testvérek kezdtek 1900-as évek elején téglagyártással foglalkozni. Itt már vannak írásos dokumentumok, illetve bélyeges téglák az 1910-es évekből. Aztán később, amikor 1940-es években államosítás történt, onnantól már vannak újságcikkek, illetve írásos dokumentumok, amikor is a Nágli testvérektől beállamosították a téglagyárat. Aztán a Közép-Dunántúli Téglaipari Vállalatnak a tagvállalata volt a pápateszéri téglagyár. Aztán 1994-ben történt a privatizáció, amikor gyakorlatilag édesapám és a dolgozók megvásárolták MRP programban a téglagyárat. A téglagyárat fogom megmutatni, és technológiai sorrendben fogunk végigmenni. Kezdünk a bányában, aztán az agyagdepót fogom megmutatni, a nyersanyag előkészítést, a formázást, szárítást, égetést és a raklapra csomagolást. Jelenleg 38 munkavállalója van a cégnek, ebben benne vannak a fizikai dolgozók, gyártósoron, akik dolgoznak, illetve az irodai alkalmazottak, illetve az értékesítő kollégák is.
magyarországi építőanyag kereskedő hálózatokkal vagyunk jellemzően kapcsolatban, vagy egyéni építőanyag kereskedőkkel. Ezek a legnagyobb építőanyag forgalmazók Magyarországon, mint például az Újház Centrum, a Hufbau, a Pannon, a Stavmat. Jellemzően a falazó blokkokat azt a Dunántúl északi hat megyéjére szállítjuk, mivel itt a szállítási távolsága 150 km-es körzetben rentábilis. A hagyományos termékeket, kisméretű téglát, illetve áthidalt, azt országos körzetben le tudjuk szállítani. Két területi képviselőnk van, illetve Szlovákiában van még egy viszonteladónk, aki a dél-szlovákiai területen fedi le. Kiváló partnereink közé tartozik például a Pápai Merétei Kft. Velük nagyon jó a kapcsolat, és az összes termékünket forgalmazza.